1945 több szempontból fordulópont Magyarország és Európa történetében. Az egyik ilyen fordulópont jelleg az egyház történet világában figyelhető meg. Tudjuk azt, hogy 1945 előtt a történelmi egyházaknak, főleg a Horthy korszakban és 1919-20-tól kezdődően nagyon nagy szerepük volt. Legitim módon képviseltük volt a törvényhozásban, legitim módon képviseltük volt a helyhatóságokban, legitim módon ott voltak a hadsereg eseményein, és egyáltalán a társadalmi, közéleti, politikai diskurzusban nagyon fontos pozícióik voltak. Ez elsősorban a történelmi keresztény egyházakat érintette. A Magyarország lakosságának több mint egyharmadát a hívei között tudó katolikus egyházat, a református egyházat és az evangélikus egyházat, de természetesen a kisebb felekezetek, így a zsidóság is egészen 1938-39-ig megfelelő pozíciókkal rendelkezett. Nem feledkezhetünk meg a sajtó, az oktatás és a kultúra világáról sem, hiszen az oktatási intézményeinknek jelentős része egyházi fenntartású volt egészen 1948. júniusáig, a felekezeti iskolák államosításáig. 1945. április 4-e, amelyet évtizedeken keresztül úgy ünnepelt a magyar társadalom, és úgy ünnepeltetett a kommunista diktatúra a magyar társadalommal, mint Magyarország felszabadulásának emléknapját, több szempontból is határvonal, és ennek vannak egyházi, egyháztörténeti dimenziói is. 1945. április 4-én a szovjet megszállók parancsnoka, Vorosilov marsal kiutasította az országból Angelo Rota címzetes tébai érseket, az apostoli szentszék magyarországi diplomáciai vezetőjét, nunciusát, aki egyben a magyarországi diplomáciai karnak is a vezetője volt, hiszen a katolikus országokban szokásjog, hogy az apostoli szentszék diplomatái vezetik a diplomáciai testületet, mint annak tiszteletbeli vezetői doájenjei. Megszakadt tehát az apostoli szentszék és Magyarország közötti kapcsolat. 1945 tavaszán elhunyt Serédi Justinián, az emblematikus bíboros hercegprímása Magyarországnak, akinek egyébként szintén kiváló római kapcsolatai voltak, és 11. Pius pápának volt személyes jó barátja. Az 1910-es években együtt dolgoztak a kánonjogi kódexnek, elsősorban a forrás hátterén, jegyzetanyagán. 1945. április 2-án, húsvét előtt nagypénteken, győri püspöki palota pincéjében a szovjet megszállók a hozzáforduló és menekülő nőket és gyermekeket védő Apor Vilmos győri püspököt gyilkolták meg. Ez mind mutatja kicsiben is és nagyban is, hiszen püspökgyilkosságtól a diplomáciai lépésekig sok mindent tartalmazott ez a néhány nap, néhány hónap 1945 tavaszán, hogy a történelmi egyházakkal és elsősorban a külföldi irányítású, hiszen a katolikus egyház központja Rómában van, katolikus egyházzal hogyan fognak bánni majd a szovjet megszállók, és hogyan fognak bánni az államszocialista diktatúra kiépítésének időszakában. 1945 végére sikeresen megoldották a katolikus egyház vezetésének a kérdését, aminek konkrét eredménye volt az, hogy 1945 végén a korábban veszprémi püspökként tevékenykedő Mindszenti Józsefet esztergomi érsekké nevezték ki, 1946-ban bíborosi kalapot is kapott. Mindszenti József, aki rendíthetetlen szereplője volt a katolikus és a keresztény társadalmi tanítás megjelenítésének, és aki emiatt valamennyi totális diktatúrának a börtönét megjárta 1919-ben még zalaegerszegi papként a Tanácsköztársaság, 1944-45-ben veszprémi püspökként a Nyilasok, 1948-tól kezdődően pedig a kommunisták börtönét járta meg. Mindszenti Józsefet egyébként az ideiglenes nemzeti kormány javaslatára és támogatásával nevezték ki. Nem gondolták, hogy ennyire nagyformátumú politikai szereplő lesz, aki aztán évtizedekig meghatározza börtönből, rabságból, belső száműzetésből is a magyar katolicizmusnak az életét. 1945 után a földbirtokreform kapcsán az egyházi iskolák, intézmények fönntartásának anyagi alapjait képező földbirtokokat szétosztották. Nem számított még a nyilas ellenes, német ellenes kiállása sem az egyházi vezetőknek. Tegyük hozzá, nem sok, de volt ilyen. Apor Vilmos, a már említett Mindszenti József,
vagy Hanvas Endre családi püspök szintén föllépett a zsidóüldözés ellen, és az üldöző zsidóknak legalább egy részét, elsősorban a keresztény hitre térteket védték. Ezzel párhuzamosan a keresztény társadalmi egyesületeket, civil szervezeteket, az országos jelentőségű Kalottól, Agrárifjúsági Egylettől a cserkész mozgalom még fokozatosan feloszlatták. 1947-re és 48-ra pedig eljutottak oda, hogy előbb a protestáns egyházakkal, az evangélikusokkal, majd a reformátusokkal, Ordas Lajos evangélikus püspök félreállításával, illetve Ravasz László vezető kálvintéri református püspök félreállításával megállapodást kötött a kommunista állam, és szép lassan olyan politikai szereplőket, illetve olyan egyházi vezetőket ültettek ezen egyházaknak a vezetői székébe, akik az államhatalommal teljesen lojálisak voltak. 1948 karácsonyán, december 26-án szimbolikus a dátum is, letartóztatták Vincenti Józsefet, koncepciós perben 1949 februárjában elítélték, és egészen 1956-ig börtönben, házi őrizetben tartották, néhány nap szabadság után pedig 1971-ig, megint csak szimbolikus, a Szabadság tér foglya volt, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségén volt kénytelen meghúzni magát. Ezzel Európa keleti felének legnagyobb egyháztörténeti, és mondjuk így, hogy a nyugati és a keleti blokk szempontjából is fontos diplomáciai problémáját okozta Vincenti József. Az volt ön is a probléma, hogy a Magyar Katolikus Egyháznak nem volt legitim vezetője, hiszen előbb az esztergomi eseket, majd Grősz József kalocsai eseket fogták perbe. 1950-ben aztán persze a püspöki karral aláírattak egy megegyezést, 1948-ban addigra már államosították a katolikus egyházi iskolákat, és 1950-ben sok mindent tartalmazott ez a megegyezés. Együttműködést az állammal tartalmazta azt, hogy néhány oktatási intézmény, 8 középiskolája, 3 férfi és egy női szerzetesrendnek lehet Magyarországon, és tartalmazta azt, hogy az úgymond békeharcban, vagy az atomfegyverek használata elleni harcban a katolikus egyház is kiveszi a részét. Vincenti József azonban itt volt, és Vincenti József 12. Piuszhoz, az 1938-ban Magyarországon is jelenlévő Eugenio Pacellihez volt hűséges, aki rendíthetetlen antikommunista volt. Azonban az ő utódai, 23. János, illetve 6. Pál már meghirdették az Ostpolitikot, Agostino Casaroli bíboros vezetésével és koordinálásával, amely nyitást hirdetett a közép- és kelet-európai kommunista diktatúrák felé, és amely meghirdette azt, hogy alkalmazkodni kell a katolikus egyháznak is a megváltozott körülményekhez, ahhoz, hogy egyáltalán infrastruktúrálisan, intézményeiben, templomaiban, közösségeiben, oktatási létesítményeiben, ha korlátozott keretek között is, de egyáltalán fönnmaradjon, ahhoz bizony együtt kell működni az állammal. 1970-es években ennek jegyében nyilvánították megürülté az esztergomi érseki széket, ennek jegyében nevezték ki az egyébként a 3/3-hoz nem kötődő, az állami egyházügyi hivatallal a kommunisták idézőjeles spirituális ávójával együtt nem működő Lékai Lászlót esztergomi érsekké Magyarország prímásává, aki első körlevelében már arról volt kénytelen hangsúlyozottan beszámolni, hogy megtalálta a helyét a katolikus egyház a szocialista társadalomban, és arról volt kénytelen egy róla készült interjúkötet címét is adni, illetve jelszavául is választani, hogy a megnyesett fa kizöldül, hiszen nem csak a katolikus egyházat, hanem valamennyi történelmi magyarországi egyházat megnyestek ilyen értelemben. Intézményeiben, szabadságjogaiban korlátozták, közösségeibe előbb provokátorokat és kommunista ügynököket, majd 3/3-osokat építettek be. Ezt a bomlesztást egyébként a szabad egyházak, vagy az úgynevezett kisegyházak körében is megtették, a metodisták, az adventisták körében is ilyen bomlasztó tevékenység zajlott, sőt a vallásos és a judaizmushoz kötődő zsidóságnak is szembe kellett néznie a retorziókkal. Tudjuk, hogy a zsinagógák környéken is csak félbe mentek bemenni az emberek egy-egy istentiszteletre vagy gyülekezeti alkalomra.
1990-ig kellett várni, amíg az 1990. évi negyedik törvény, még a szocialista törvényhozás által létrehozott utolsó országgyűlés egyik jogszabálya kimondta a lelkiismeret és vallási szabadságot, és kimondta azt, hogy Magyarországon mindenki szabadon gyakorolhatja a lelkiismereti meggyőződésének megfelelően a vallását, sőt, a rendszerváltozás utáni jogszabályok szerint mindezek szenzitív adatnak is minősülnek. Nehéz 45 esztendőn voltak túl Magyarországon a történelmi egyházak, aminek közvetlen következménye volt az, hogy idézőjelben megkettőződött az egyházaknak a struktúrája, kialakult egy hívő vagy hitvalló egyház, akik saját egyházaik előírásukhoz és a saját lelkiismereti törekvéseikhez is hűek maradtak, és kialakult egy hivatalos egyház, amely kénytelen kelletlen, de együttműködött az állammal. 30 éve fogadták el ezt a jogszabályt, amely biztosítja a lelkiismereti és vallásszabadságot. Gondoljunk bele, már a 17. században, a 18. században John Locke-tól, Voltaireig vagy Rousseauig mennyien küzdöttek ezekért, az elvekért, a vallásszabad gyakorlásáért, a lelkiismereti szabadságért, és gondoljuk meg, hogy ez a mi magyar társadalmunknak egy súlyos több évtizedes kommunista diktatúra után, de csak 3 évtizeddel ezelőtt adatott meg.